Szeretettel köszöntöm nézőinket! Januári fogadkozásaink után gyakran már ilyenkor február elején is kétségbe esünk. Úgy érezzük, hogy hiába terveztünk, hiába fogadkoztunk, kevés az erőnk azok teljesítéséhez. Talán a lehetőségeink sem igazán adottak, és az idő úgy tűnik lassan kifolyik a kezünk közül. Az ember hajlamos ilyenkor az elkeseredésre, a nekem semmi sem sikerül hangulatra, ahelyett, hogy valami biztos kapaszkodót keresne az életében, és megpróbálna tovább lépni. Hiszen az időnek való kiszolgáltatottságunk pusztán látszólagos. Mert az, amit mi gyakran a legnagyobb ellenfelünknek tekintünk, az életet akaró Isten kezében van. Mai műsorunk résztvevői is erről az értünk adott időről szólnak. A Szentírásban gyakran találkozunk az idő fogalmával. Mit jelent ez a bibliai időfogalom? A magam számára úgy szoktam fogalmazni, hogy az idő Isten ajándéka és Isten adta feladat. Ez nem tudományos megfogalmazás, hanem inkább hitvallásszerű. A Szentírás új testamentumi részében kétféle időfogalommal találkozunk. Az egyik az úgynevezett kronosz, a másik a kairosz. Az előbbi, a kronosz, az az idő, amit naptárral és órával lehet mérni. A kairosz pedig az az alkalom, az a egyszeri vagy többszöri drága lehetőség, amikor Istennel találkozhat az ember, valami nagyszerű történhet. Például Jézus Krisztusnak az eljövetele és jelenléte ilyen kairosz az egész emberiség számára, nagyszerű alkalom az Istennel való találkozásra. Azt gondolom, hogy az időről, mint fogalomról a jelentős filozófusok, teológusok, tudósok nyilatkozni szoktak, mindenki máshogy méri fel magában ezt a nehéz, szinte titokszerű fogalmat. Az átlag ember az idővel nem mint problémával találkozik, hanem az idő praktikus, gyakorlati kérdés szorítja az életét, időzavarban van, újra meg újra érzi az időnek a kegyetlen rohanását, és hogy ki van szolgáltatva az időnek. Arisztotelésztől kezdve a mai nagy filozófusokig mindenki mondott valamit az időről. Költők, írók szoktak nyilatkozni az időről. Teológusok, Augustinustól kezdve a mai teológusokig, Tillichig, Tillichéig, vagy különösen a mi századunkban egy Oskar Kullmann, svájci protestáns teológus nyilatkozott, és az ő időfogalma, az úgynevezett lineális időszemlélet, az igen jelentős a teológiában, ami azt jelenti, hogy a keresztény időfogalom szerint van kezdet és vég, az alfa és az omega pont, és közben a középpont, ez az idők teljessége, Jézus Krisztusnak az ideje. Túl vagyunk ezen a középponton, és az omega pont felé haladunk, ahogy például Teilhard de Chardin olyan gyakran használt ezt a kifejezést, hogy az omega pont felé halad az emberiség. Azt hiszem azonban, hogy nekünk ilyen egyszerűen is szabad fogalmaznunk, hogy az idő ajándék, és az idő Isten adta feladat. Az, hogy ajándék az idő, az én számomra azt jelenti valami, aminek örülni lehet, valami, ami eredetileg nem az enyém volt, mégis egy részt, életemnek idejét nekem adta a Teremtő. Az, hogy az idő ajándék, azt is jelenti az én számomra, hogy nem az idő az Úr, hanem Isten Ura az időmnek, és nem én vagyok az életem Ura, és az életem idejének Ura, hanem ő az én Uram. Hogy ajándék, azt jelenti az én számomra, hogy naponta hálát kell adnom azért, hogy ezt adja. Örülhetek neki, mint ahogy minden ajándéknak örül az ember, és az ajándék azt is jelenti az én számomra, hogy Isten szeret, hiszen ajándékoz valami nagyon drágát, az időt. Nem csak az időt adja, hanem az időtlen időt, ahogy mondani szoktuk, az örökké valóságot is, amit nem lehet időegységekben mérni. Már ez is
az Új Testamentum szerint a jelenben az enyém lehet, ha vele kapcsolatban vagyok. Így szoktuk mondani, hogy az idő az personális fogalom, az Új Testamentumban Istenhez kötött, és nem helyhez, vagy nem egy korszakhoz kötött csupán. Az, hogy feladat az idő, Isten adta a feladat, azt jelenti, hogy el kell számolnom róla, hogy valami, amit hasznosan kell töltenem, hogy olyasmi, amit értelmesen és mások számára is jelentősen kell töltenem. Belefér ebbe gondolkodás, olvasás, épp úgy, mint tevékenység, mások számára segítés, belefér a nevetés és a szomorúság, belefér mindaz, ami a teljes emberi élethez hozzátartozik. Műsorunk címe egy Zsoltár idézet. Életem ideje kezedben van, Istenem. Mit üzen a Zsoltáros a mai ember számára? Az eredeti héber szövegben két szó képviseli ezt az üzenetet. Nagyon lerövidítve és két szóval fordítva, időm kezedben. Sőt, többes számban időim, hát ez magyarul nem jól hangzanék, de a többes szám olyasmit jelenthet, hogy mindaz, ami még előttem van ebben a földi életben. Ez az isteni kéz formáló hatalmában van. Amit úgy is mondhatunk, hogy az életünk Istentől kapott céladomány. A mai ember számára bizonyos dolgok, mint a siker, a hatalom jelentik az élet célját. És hogyha ezeket nem éri el, akkor úgy érzi, hogy sikertelen életet élt. Ennek a Zsoltár idézetnek a fényében mit mondhatunk ezeknek az embereknek? Hát azzal kezdeném, hogy a túl sok siker okvetlen megárt az embernek. Tacitus mondta azt, hogy a nehézségeink, megpróbáltatásaink megedzenek, megerősítenek, a szerencse az viszont megront. Felicitate corrumpimur, hát a felicitás, hogy boldogság, illetve szerencse. Tehát akire rázúdul állandó jelleggel a szerencse, annak az élete nem sikerülhet jól, mert az ember úgy van megteremtve, hogy miközben elvisel különböző megpróbáltatásokat, és új meg új fokozódó nehézségekkel és más-más jellegű nehézségekkel kell szembenéznie, és önmagából egészségesen ki kell ábrándulnia, hogy ne legyenek illúziói, persze önmagát le se akarja becsülni, mert akinek rendeltetése van, annak megvan az ehhez illő küldetéstudata. Na most, miközben átesünk egy-egy megpróbáltatáson, amely hol hosszabb, hol rövidebb, illetve lehet egy ponton rendkívül súlyos, akkor az alatt megedződhetünk. Goethe azt mondta, hogy nincs elviselhetetlenebb az ember számára, mint derűs napok végtelen sora, akit a drága jó szülei túlzottan megkímélnek minden megpróbáltatástól, és ne talán még az úgynevezett sors is túlzottan kedvez neki, az tönkre megy egyszerűen azért, mert soha nem kell belsőleg emberi rendeltetésében megizmosodnia, egészségesen változni. Akkor az a szó, amit az ember gyakran használ, hogy önmegvalósítás, akkor az a szó egészen más fénybe kerül. Bizonyám, mert azt kell megvalósítanom, ami az Isten belém írt terve. Ahogy az új lenyomatunkból nincs több, csak egy. Éppen úgy, ahogy kialakult személyiségünknek sincs mása, és a döntő mindig az, hogy az adott szituációban milyen döntésre tudunk jutni. Hogyan veszük észre azt, hogy a Teremtőnk az adott helyzetünkben, adott képességeinkkel mire szán bennünket. Az ember, a sikerorientált ember hajlamos arra, hogy önmagát vagy pedig társait okolja azért, hogy nem tudja elérni a célt. Ennek az embernek mit lehet mondani?
azt, hogy a célkitűzéseink nem biztos, hogy jók. Benyomásom szerint az okosság és a bölcsesség között az a különbség, hogy az okosság meg tudja mondani jobb esetben, hogy egy bizonyos kitűzött célt hogyan érhetünk el. A bölcsesség pedig azt mondja meg, hogy egyáltalán milyen célokat érdemes kitűznünk. Mert ha elérek egy bizonyos kitűzött célt, amely nem jó, akkor azt vesztemre érem el. Tehát akkor a sorsom tulajdonképpen az, hogy megvalósítsam azt a megújuló embert, akit, ha szabad így mondanom, az Isten megálmodott az én esetemben. Tehát egészen személyesen rám méretezve azt, ami nekem a dolgom ezen a földön, nem az, hogy a magam egyéni érvényesülését keressem, kutassam görcsösen, abba belepusztul az ember, így vagy úgy, hanem az, hogy lépésről lépésre jobban lássam azt, mi az én egészen személyes küldetésem ezen a földön. Sokszor érzi az ember azt, hogy az élete ideje Isten kezében van, kimondva vagy kimondatlanul is hálát ad Istennek, kéri az ő segítségét. Volt-e az életedben olyan szakasz, amikor különösen is elmondhattad, életem ideje a te kezedben van, Istenem? Volt ilyen szakasz, sőt tulajdonképpen azt mondhatom, hogy egész életemben, ha végig gondolok, éreztem mindig az Úristennek a vezető kezét. Nem szólva mondjuk a háborúról és a hadifogságról, ahol többször úgy volt, hogy frontra ki kell menni, mindig utolsó pillanatban meghiúsult. És végül kikerültünk Ausztriába, de onnan is visszajövet egy hónappal a fegyverszünet után, Pozsony előtt minden egyenruhást az oroszok leszettek, és azt mondták, hogy csak két nap, de hát két évig tartott, amíg megkaptuk a dokumentet, és visszajöhettünk. És ott kint is, hát nagyon különböző nehézségek voltak, de az az érdekes, hogy mindenütt küld az Úristen olyan embereket, akik segítenek, és megőrzik az embert. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy mindig érzem és éreztem ezt, de hát természetesen a nehéz időkben, a háború alatt különösen, meg közvetlen utána a hadifogságba éreztem, hogy az Úristen ott is, ahol az ember azt hitte, hogy hát nehéz helyzetbe kerül, és még tulajdonképpen rosszabb helyzetbe, abból mindig valami jó derült ki, vagy nagyon sokszor. Végig a családdal együtt csak hálát adtunk mindig feleségemmel is az Úristennek, hogy őrzött bennünket és vezetett.
Szeretteink betegágya mellett megállva sokszor nagyon tehetetlennek érezzük magunkat. De vajon mit tehet az orvos, hogy a legkiszolgáltatottabb helyzetben se érezze magát egyedül, sem a beteg, sem a hozzátartozó? Erre a kérdésre kerestünk választ a Református Egyház Betesda gyermekkórházában. Mit tehet az orvos, hogy az emberek ne érezzék annyira egyedül magukat? Nagyon sokat tehet az orvos a betegért. Csak rögtön ezt a szót szeretném kicsit javítani. Orvos csak egy van. A orvos. Jézusnak hívják. Mi inkább segítő foglalkozásúak vagyunk. Jobb szeretem, hogyha azt mondják más nyelvekben, ez így van, hogy doktor. Sokkal egyszerűbb lenne magyarul is. Pláne vannak ugye főorvos képzők is Magyarországon, akik eleve főorvosnak születnek. Nem, doktorok vagyunk. Sok-sok segítő van mellettünk. Nővérek, asszisztensek, a portás is ugyanilyen segítő, egy gyógypedagógus. Mi segítő foglalkozásúak vagyunk, és milyen jó, hogy van olyan kórház, ahol lelkész is van a segítő foglalkozásúak közt, és tudunk egymásnak csak ugyan segíteni a betegért. A beteg van a központban, és az a folyamat van a központban, amit gyógyításnak, ápolásnak nevezünk. Rögtön az elején hadd mondjak valamit, a legtöbbet akkor tudjuk tenni, hogyha az ápolóval közösen dolgozunk. Az orvos az ápoló nélkül félkarú vagy kar nélküli óriás. Az ápoló legtöbbször sokkal többet tud tenni, akár a gyerekért, akár az idősekért, mint egy-egy orvos a sok-sok felhalmozott tudásával. Az ápoló, aki lehet férfi is, nő is, az ápoló nagyon sokat tud tenni, akár csak egy simogatással, egy mosollyal, pláne egy borogatással, vagy egy jól beadott, kevéssé fájó injekcióval. A doktornak legtöbbször nincsen ideje, csak a gyors döntéseket meghozni és tovább szaladni. De jó, hogy lehet olyan hely, ahol van egy kis idő leülni és megbeszélni nem a betegséget, hanem a beteget. Nagyon fontosnak tartom, hogy betegcentrikusak legyünk és nem betegségcentrikusak. Itt a Betesdában is olyan jó, hogy több osztályon naponta olyan megbeszéléseket tartunk, ahol a konkrét beteg betegségéről beszélünk, a beteg személyiségéről elsősorban. Milyen sokat tudunk segíteni. Az ápolónő elmondja, hogy ő mit tapasztalt, vissza tudunk neki jelezni, hogy ő mit tud a saját korlátai közt, saját lehetőségei közt segíteni azon a kisgyereken. Ugyanez fordítva is. Az ápolónő a legjobb kritikusunk. Egy-egy gesztussal, egy hunyorítással milyen sokat tud nekünk segíteni, hogy valamit nem jól csináltunk. A kórházunk elsősorban gyerekeket lát el, másodszorban idős betegeket a otthonápolási szolgálat révén. Mind a két terület olyan, hogy nagyon sokat tudunk segíteni a betegen. Elsősorban, hogyha saját magunkban bizonyosak vagyunk és erősek vagyunk, és tudjuk, hogy mi ez a bizonyos kiszabott idő. Amikor nyugodtak vagyunk a saját időnket illetően, ez átsugárzódik a betegre, családtagjaira, és a többi körülötte lévőre. Milyen jó, hogyha át tudjuk néha-néha, nem gyakran, de néha élni ezt az érzést, hogy valami nyugalmat tudtam árasztani. Nem belőlem jön, én csak egy közvetítő vagyok. A gyerekek azok sokszor még kiszolgáltatottabbak. Hogyan tudják ők átérezni, és az ő hozzátartozóik átérezni azt, hogy az életideje, ami addig olyan rövid idő volt, Isten kezében van? A gyermekeknél leginkább aspecifikusan tudnak segíteni a munkatársak. Ezzel a nyugalommal, ezzel a békességgel, amit át kéne tudnunk sugározni ebbe az őrülten rohanó világban is. Milyen nagy kegyelem, hogyha néhányan meg tudunk állni és egymásnak segíteni, hogy át tudjuk sugározni ezt a csendet, nyugalmat, békességet. Itt a Betesdában egyik nagy feladatunk és művészetünk, hogy a kerítésen belül maradjon meg a mi békességünk. Próbáljuk ne behozni a külvilágnak a zaját, rohanását. Ha ezt tovább tudjuk adni a gyermekeknek, akkor az már egy óriási segítség. Van a kórháznak olyan osztálya is, ahol különösen is nehéz talán kimondani azt, hogy életünk ideje Isten kezében van. Ott hogy folyik a szolgálat, hogyan lehet a szülőkhöz közelebb kerülni, akár ezzel az igével, akár más erőt adó szóval.
Hát akár az onkológiai osztályunk hospice részlegére gondolunk, akár az intenzív osztályra, de bármelyik más osztályt említhetném. De hát főleg itt van, ahol leginkább szembesül a ápoló személyzet a haldokló gyerekkel, a kiszabott idővel. Itt is a legfontosabb az, hogy a kórház lelkészünk segítségével gyógyító közösségek, ápoló közösségek alakulnak ki, akik egy-egy reggeli áhítattal, imával meg tudják azt valahogy oldani, hogy kizárják a külvilág saját magukban indukált a feszültségeit, és akkor ezt a csendet tudják a gyereknek továbbítani, ezt a békességet. Mennyivel másabb úgy egy infúziót kapni, ezt érződik a gyerekeken, hogy közben mosolyog az az ápoló, amikor beköti az egyébként fájdalmas szurit. A másik ilyen területünk a otthonápolási szolgálatunk. Itt is rengeteg olyan idős betegünk van, aki egy-egy gesztusával, egy-egy mosolyával olyan hálás tud lenni, és hát ez valahol a Betesdának a küldetése. Nem szeretnénk többek lenni, és magam sem szeretnék több lenni, mint az az ember, aki azt a bizonyos bénát elviszi a tóhoz. Közben tudjuk, hogy igazából nem a Betesda tavához kell elvinni, hanem Jézushoz. De hát valahol az munkál bennünk, hogy mintha mi tudnánk, hogy mi lenne a gyógyszer, ugye adott esetben a Betesda tava, mi itten, akik segíteni szeretnénk, ezt a fizikai segítést tanultuk, és ezt gyakoroljuk nap, mint nap. Hát igazából az az álmom, hogy ez a segítés ne csupán fizikai segítés legyen. Jól megtanultuk, és igyekszünk naponta tanulni, hogy milyen gyógyszert kell adni, milyen műtétet kell végrehajtani, hogyan kell ápolni. De ennek az összhangja azért nem mindegy. Az, hogy az a beteg gyerek, vagy az a beteg felnőtt érezze, hogy a segítők többen vannak. Életünk ideje Isten kezében van. Fiatal és időskorban, bánatban és örömben is jó erre gondolnunk, és ezért köszönetet mondanunk. Volt olyan időszak az életedben, amikor gyermekek között is élve átérezted azt, hogy az élet ideje Isten kezében van? Mindig gyermekek között élek, mondhatnám azt, hogy gyerekkorom óta. Nagyon szeretem ezt a pályát, és 10 évestől 18 éves korig vannak a kezem alatt, már több mint 30 éve gyerekek. Én magam a saját életemben ezt nem egyszer megéreztem, és úgy elgondolkoztatott néha, hogy a gyerekek ezt érzik-e, átérzik-e, és az a tapasztalatom, hogy nem igazán. Távol áll tőlük. Az, hogy a nagyszülők elmennek, az úgy természetes. A halál számukra nagyon ritkán közvetlen élmény. Televízióban rettenetes sok marhaságot látnak, hullanak, mint a legyek, a rosszak, a jók általában megúszszák. Úgyhogy nem veszik komolyan azt, hogy itt egy hulla, ott egy hulla, tucatjával némelyik filmbe. Naponta szembesülnek újságba, híradóba, balesetek áldozataival. Számukra ez csak egy papírra letakart halott, és nem érinti őket személyesen. Nem gondolnak arra, hogy az azt jelenti, hogy egy apa nem megy haza. Azt jelenti, hogy másnap egy pad az iskolába üresen marad. Nem veszik elég komolyan. Szívott, mondják. És amikor én úgy szóvá tettem, hogy hát gondolj erre, hogy ez mit jelent, lerázzák magukról. Ez nagyon érdekes. Ugyanakkor a fiam, aki elvesztette az édesanyját 4,5 évvel ezelőtt, 11 évesen, valahol a lelke legmélyén, nagyon-nagyon eltemetve őriz valami gondolatokat, amikbe nem tudtam behatolni soha. 4,5 év telt el, és az anyját nem említette soha. Egyetlen egy alkalommal se. Én néha tudatosan, szándékosan
előhoztam valamilyen formába. Válaszolt, de az anyám, édesanyám, ilyesmi, ez a szó nem jött ki a száján azóta. De hogy valami nagyon mélyen benne lehet azt, akkor tapasztaltam, amikor szívinfarktusom volt, és könnyű lefolyású volt. Megtartott az Isten, mert úgy látszik, még szükség van rám, de a gyerek nagyon rémült volt, nagyon ijedt volt, egészen másképp viselkedett. És azóta is, ha előfordult, hogy beteg voltam, vagy nem éreztem jól magam, érzem rajta a riadalmat, amit hát egy ilyen kamasz gyerek néha nagyon furcsán fejez ki, de egészen egyértelmű. A diákok között ez az egész kérdés, hogy halál, azt hiszem még beszélgetésbe se igen fordul elő. Tudják, tudomásul veszik az eszükkel, átérezni nagyon-nagyon ritkán, nagyon különleges esetekben érzik. Életem egyik legnehezebb órája volt, amikor másfél évvel ezelőtt egy 19 éves tanítványunkat temettük, és nekem kellett a iskola nevében a búcsúbeszédet mondanom. Egy éve érettségizett, egyetemi hallgató volt, egy nagyon vidám, hangos osztálynak az egyik leghangosabb, legvidámabb tagja volt. Ha lehet ilyet mondani, hogy értelmetlen halál, sikeres agydaganat, műtét, lábadozóba volt, osztálytársai bejártak, egy fertőzés, és nem tudták megmenteni. Nagyon nehéz volt bármit is mondanom, a szülők egyetlen gyereke volt, a szülők teljesen összetörten álltak, ott nem tudtam mit mondani nekik, de ott volt szinte az egész osztály, és a régi osztálya, és a jogegyetemről egy csomó hallgató, nekik szóltam. Nekik mondtam el azt, hogy az életünk egy tolpihe Isten tenyerén elfújhatja. És nekik próbáltam beszélni, hogy érezzék át azt, hogy hálát kell adnunk azért, hogy vagyunk. És nem tudjuk, hogy meddig vagyunk, és minden pillanatban úgy kell élnünk, hogy megszólíthatnak, hazahívhatnak. Soha ezt a társaságot ilyen döbbentnek nem láttam. Ez konkrétan és személyesen érintette őket. Amikor a hétfő reggeli ájtaton harsogva éneklik, hogy zeng lelkem ez új reggelt, nem tudom, mi van bennük. Egyáltalán nem biztos, hogy az, ami bennem, aki hálát adok minden napért, minden hónapért, amiért még itt vagyok. Ők hétfő reggel talán arra gondolnak, hogy jó lett volna még aludni, vagy hogy milyen dolgozat lesz aznap. És én örülnék neki, ha ritkán szembesülnének a halállal, ilyen kicsiként, ilyen döbbenetes élménnyel, mint ahogy ez az osztály. És ezek a gyerekek átérik azt, hogy az élet ajándéka az örömet is jelenti sokszor. Én azt hiszem, hogy ha ez így mondjuk egy hittanórán, vagy egy reggeli ájtaton, vagy egy csendes napon szóba kerül, akkor ha fölhívják a figyelmet rá, akkor talán igen. De úgy általában véve nem igazán. Számukra természetes az élet, mintha részei lennének a természetnek. Más a mi korunkban. Mi már megtapasztaltuk. Mi már elvesztettük igen közeli szeretteinket. Ők is eljutnak majd oda. Thank you.
A saját életem az enyém. Senkinek semmi joga nincs beleszólni abba. Így gondolkodunk legtöbben a legnagyobb kincsünkről, az életünkről. Tudunk örülni annak. Tudunk büszkélkedni a fiatalságunkkal, az erőnkkel, a sikereinkkel. S mégis mindezek mögött titokban valami rettegés, alattomos rettegés markolja a szívünket, mert úgy érezzük, hogy féltve őrzött kincsünket bármikor bárki elveheti tőlünk. Valahogy hirtelen, alattomosan törhet ránk valami, amely tönkreteszi egész létünket. Szembesülnünk kell mindannyiunknak ennek a tényével, a betegségben, a kudarcokban, a tragédiákban és a halál fatális tényében. Úgy érezzük, akkor minden odaveszett. Isten igéje megmutatja, nem így van. Ahogyan a 31. Zsoltárban fogalmaz a Zsoltáros a 15. és 16. versben, de én benned bízom, Uram, azt mondom, te vagy Istenem, életem ideje kezedben van. Olyan ember szavai ezek, aki szembesült mindazzal, ami életünket tönkre teheti. És mégis úgy élte át, hogy az ő törékeny élete a mindenható Isten része, megtartja őt. Mindannyiunk élete a mindenható Istenből van, a mindenható Isten része, akárha elszakítva vagyunk is tőle. És ő tudja, elküldte az egyetlen fiát, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Ennek az öröme, ennek az áldása mindegyikünk életét teljesen átformálja. Isten kezében van a sorsunk, akár tudjuk ezt, akár nem. Isten kezében van életünk ideje, az ő megtartó és szerető kezében. A Zsoltáros így élte át ennek a bizalmát és biztonságát. Hadd tegyük mindannyian törékeny életünket a megtartó, a szerető Isten kezébe, bárhogyan és bármeddig vezesse életünket. Az övéi maradunk. Legyen válaszunk ez. Én benned bízom, Istenem. Életem a te kezedben van. Amen.